A Fradinál volt vezérigazgató az angol futball befektetők alatt, aztán több klubnál szóba került, mint a befektetők képviselője. Végül a másodosztályban tavaly 11. vász csapatát vásárolta meg az egykori kapus által képviselt csoport. Cél az első öt bekerülés Nyilas Eleki klubjánál, ahol Berki Krisztián lett az elnök. Nézzük is a Dunakanyaros pályát, szia, jó reggelt kívánok! Krisztián, miért éppen a vácot választottátok, mi szólt mellette? Igazából, amikor engem megkerestek azzal a befektetők, hogy futballcsapatot szeretnének vásárolni, és igazából régóta dolgoznak már Magyarországon, és az itt, itt úgymond üzleti ágokban sikeres emberek szeretnék visszaforgatni ezeket a pénzeket, szeretnének tőkét investálni a fociba, akkor szerettünk volna mindenképpen olyan csapatot találni, ahol kicsit úgy mondom, hogy alulról lehet újraépítkezni, minden esetre legyen olyan tradicionális múltja, amivel adott esetben például a váca rendelkezik, és ezek, az, ezek alapján próbáltunk körülnézni, és így esett a választás a váca, valamint volt váca olyan személyes kontaktunk, akivel, akivel mindenképpen könnyebb volt így lebonyolítani az üzletet. Jelesül? Jelesül Bodonyi Béla volt az, aki, akit én márciusban megkerestem, és ő, ő akkor már a klubnak az elnöke volt, az Egyesületnek az elnöke. És nagyban segítette nekünk ezt a, ezt a tulajdonos váltást. Krisztián, üzlet a másodosztály? Az MBA-ről is folyamatosan olyan mérlegeket látunk, hogy nem egy nyereséges műfajma Magyarországon, tenni, tenni, tenni kell bele nagyon-nagyon sok pénzt. Ehhez képest az MB2? Bizonyára nálam sokkal okosabb sportgözgazdászok, akár a Dénes Ferenc, akár, a, akár más nevet is említhetnék, mindjárt tudjuk, hogy a futball az egy veszteséges üzletág általában. Ugye én, én, amilyen, én amilyen szaksajtókat szoktam olvasni, én egyelőre úgy látom, csak a Manchester United, aki pluszos tud lenni az egész világon belül, úgyhogy alapvetően veszteségről kell, hogy beszéljünk. Azonban szerintem egy ilyenfajta üzletágat olyan embernek szabad választani, akinek egyéb területen sikeres, és úgy El akarja szórni a pénzét. Nem feltétlenül elszórni a pénzt, hanem adott esetben ezzel az üzletággal új ajtókat tud kinyitni, hozzá tud csatlakoztatni egyéb olyan területeket, ami ami adott esetben simán a, a, a privát szpénájában nem működhetne. Tehát a más üzletágakhoz való kapu, ajtó, hozzáférés lehetősége azért érdemes áldozni erre, azt én, gondolod? Én szerintem igen. Vácott is ez volt a megfontolás, ami rávette a befektetőket a megjelenésre? Vácom, amit a legelőször említettem, mindenképpen az volt, hogy hogy akivel együtt dolgozom, és aki, aki tőkét investál a fociba, ő Magyarországon most már legalább egy évtizede dolgozik, és egy igazi, igazi futball szerető emberről van szó, aki, aki a saját haján, hazában ugye ezt a, ezt a, fajta szintet nem tudná elérni, ezért ő azt tudom, hogy beszélünk. beszélünk, ő ezt, ezt a szintet itt Magyarországon kívánja elérni, és magyar emberekkel együtt dolgozva döntött úgy, hogy akkor Magyarországon vásárol futballcsapatot. Mit találtatok egyébként Vácot? Rendezett a klub anyagi helyzete? Nincsenek, nem voltak így csontvázak a szekrénybe, olyanok, amelyeket például annak idején, amikor a eljöttél, rajtad is kerestek volna a Kubatok uh, kettő, kettő, darab, kettő kell bontani, van egy egyesület, és volt egy, bocsánat, <coughs> egy az első csapatot működtető Kft. Ugye számunkra nagyon fontos volt, hogy a, az MB2-es csapatot meg tudjuk vásárolni, ez a felnőtt csapat, ez a kirakat csapata, és nagyon fontos volt, hogy a, hogy a háttérországot, maga az Egyesület hogyan, hogyan tudja biztosítani az első csapat részére. És meg kell hát mondanom, a nyilas elekékféle így után van, így van és, és, meg kell mondanom, hogy Bononyi Béla elnök által vezetett Egyesület, több mint 250 gyerek szerepel jelen pillanatban. Kiemelt a, a, a két korosztály, mind, mindkettő az MB1-ben szerepel és, és kiemeltek, és nagyon-nagyon sok olyan fiatal található, akik, akik hosszú távon mi úgy gondoljuk, hogy beépíthetőek lesznek a felnőtt csapatba, és nagyon-nagyon és fontos volt számunkra, hogy ez látható is a csapatban, hogy összesen két-három idősebb játékosunk van, az összes többi az inkább váci kötődésű, vagy régen vácon futballozó játékos. Tehát nem kell a jövőben se vázott idegen légiós dömpingre Nem, szabítani. és alapvetően nem is szeretnénk, úgyhogy, úgyhogy mindenképpen nagyon szorosan együttműködő az utánpótlással, Szeretnénk, hogyha, hogyha mi, els, mi felnőtt csapatunk lenne, kvázi a, a legfiatalabb életkorú az NB2-ben. Váci kötődés és fiatal. Így van, így van, No, egy pillanatra, hogyha már szóba esett, kalandozunk már el egy kérdés a, a, a Fradihoz. élő kapcsolatod mai napig a Fradival, a Fradi hivatalos vezetésével? Én alapvetően, ahol, ahol, voltam, vagy ahol, ahol megfordultam, én nem keresem soha a, a kapcsolatot. Nincsen kapcsolatom, teljesen vannak, vannak a, a klubban dolgozó emberek, vagy olyan, olyan, volt sportolók, akik, akikkel együtt dolgoztam. Nem keressük egymás társágát, de teljesen, hogyha valahol összefutunk, akkor pár szereig szoktunk beszélgetni. De például a bíróságon, mert annak idején ott 25 millió forintot kerestek rajtad, feljelentést emlegette Kubató elnök úrék, azzal az ügyel mi a helyzet, mit tudsz róla? Nem tudom, mert én még nem voltam, tehát ilyen, ilyen ügyben még nem voltam bíróságon, én a ferencáros. Ferencvárossal kapcsolatos bármilyen dologban csak a, a Nemzeti Adó és Vámhivatal. a Vámhivatalnál voltam, az akkori álfa visszélésünk miatt kellett nekem úgymond, mint hogy több játékosnak, több vezetőnek nyilatkozattételt adni. De az az ügy az lezárult? Nem tudom, tehát azért mondom, hogy én a akkori, akkori vezetőként illagos. nekem nyilatkozatot kell tenni. Vissza Ugye a tervek szerint az első öt között kéne végezni a csapatnak. Vagyis akkor bent maradni, bejutni az egycsoportos mb 2 be Így van, tehát alapvetően az volt a cél, hogy, hogy amikor átveszünk a csapatot, akkor megtaláljuk a megfelelő szakmai munkára való irányítást egy, egy új vezetőedző személyében, Mózár János a, a csapat élére és ővele konzultálva közösen ő úgy, úgy képviseli a jelenlegi keretet, hogy alkalmas rá keret, hogy az első ötben végezzünk. Picit úgy gondolom, hogy jól indult a szezonunk, aztán picit voltak most egy-két botlások, de ettől, ettől függetlenül azt gondolom, hogy, hogy a csapatnak képesnek kell lenni arra, hogy, a, hogy az elsőt bevégezzen. Hát ráadásul ugye a kupában meg az MTK kiverés az egy szép teljesítmény volt. Azt mondnak, hogy ehhez, hogy egy ilyen szintű klubot fent tudjatok tartani, ezzel a filozófiával, saját nevelésű játékosokkal, fiatalokkal, mennyit kell ide befektetni egy szezonba? Alapvetően ugye itt is ketté kell bontani, mert van egy, van egy megvásárlási összeg és van egy, van egy ugye egy folyamatosan befektetési összeg. Azt azonban mindenkinek elmondom, mondom, hogy a, a mostani rendszerben egy picivel könnyebb az mb 2 es klubok élete, mert a tévéköztetési a tévé díjak miatt valamivel több pénz folyik be, valamint az, hogy az, nálunk az mb 2 ben rengeteg játékos szerepel, pontosan azért, hogy mi tudunk játék lehetőséget biztosítani számukra, és van egy olyan van egy olyan üzleti filozófiánk, hogy adott esetben játékos transferrel szeretnénk foglalkozni. Tehát lehet, hogy nálunk nem keresnek olyan magas pénzeket a játékosok, viszont sokkal könnyebben el is fognak tudni igazolni majd tőlünk. Tehát mint nem, adott a esetben, röghöz, nem a, röghöz, így is van, mint a adott, röghöz mint adott esetben más klubtól. Innen innentől kezdve szerintem nekünk sokkal, sokkal kedvezőbbek a befektetésénk és sokkal alacsonyabb a más, más így, klub. Így, így ezzel a filozófiával mennyi szezononként működtetné egy ilyen B2-es csapatot? Um, Igazából a, a, keretünk most állt össze, a, a cash most készítettük el, konkrét számot neked nem tudok most mondani, de, de azt gondolom, hogy MB2-es klubot 50 és 100 millió forint körül lehet már üzemeltetni. Krisztián, akkor jó munkát nektek, Vácon meg Mózner Jánosnak, Nyilas Alekéknek figyelni fogunk rától. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.